Csökkent a fertőzöttek száma, és kevesebben haltak meg a koronavírus miatt az elmúlt 24 órában itthon. Az Alkotmánybíróság szerint nem alaptörvényellenes és nemzetközi szerződésbe sem ütközik a Paks 2-es beruházás 30 éves titkosítása. Elhunyt Sas József, a Jászai Mari díjas művészt hosszú betegség után tegnap hajnalban érte a halál. És őrizetbe vették Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki politikust, aki németországi gyógykezelése után tért haza Oroszországba. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Csökkent a fertőzöttek száma, és az elmúlt 24 órában kevesebben haltak meg itthon a koronavírus okozta szövődményekben. 875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 352.703 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 68, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11.409 főre emelkedett. Kórházban 4.445 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen. Nem közelednek az álláspontok a kormány és az ellenzéki pártok között a kínai vakcina ügyében. Míg a Fidesz szerint a baloldal hangulatkeltéssel akadályozza a munkát, az ellenzék úgy véli, az oltóanyag uniós engedély és megfelelő dokumentumok nélkül egészségügyi kockázatot hordoz magában. Azt azonban minden párt hangsúlyozta, a vakcina ügye nem lehet politikai kérdés. Tovább folytatódik a kínai vakcina körüli vita a magyar belpolitikában. A DK egy napja jelentette be, hogy petíciót indít, hogy ne lehessen olyan vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán emelte ki, hogy mindenkinek joga van megválasztani a vakcinát. Szintén közösségi oldalán szólalt meg Hatházi Ákos, aki hangsúlyozta, a kínai vakcina a Pfizer készítmény áránál 5-ször, a Moderna vakcina áránál 3,5-szer drágábbnak ígérkezik. Hozzátette, azt nem állíthatjuk, hogy a kínai vakcina rossz, de azt igen, hogy az engedélyezést nem politikai szempontok alapján kell intézni. Nagyon veszélyes játék, amit Orbán Viktor művel már az elmúlt hónapokban. Orosz és kínai vakcinákat nyom az emberek óra alá. Mindkettő veszélyes lehet. Én ezt nem adatnám be magamnak, amíg az Európai Gyógyszerügynökség azt jóvá nem hagyja. Kunhalmi Ágnes is hasonlóan vélekedik. Szerinte az embereknek kell eldönteniük, hogy milyen vakcinával oltatják be magukat. Valószínű, át fogja erőltetni a kormány azt, hogy kínai vakcina is forgalomba kerüljön Magyarországon. Én abban fogok bízni, amelyben a szakemberek és amelyben a házi orvosom azt mondja, hogy megfelelő. Kásler Miklós úgy fogalmazott, a felelőtlen hangulatkeltés a korlátozásokból való kiutat ássa alá, és elítéli a politikai érdekből történő félelemkeltést. Duda Ernő virológus szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nagyon kevés megbízható információ áll rendelkezésre a kínai Sinopharm vakcinájával kapcsolatban. A kísérleti adatokat pedig eddig még semmilyen folyóiratban nem jelentették meg. Ez egy első generációs védőoltás, ami azt jelenti, hogy ez körülbelül olyan, mint a fekete-fehér televízió. Nyilvánvalóan a lapos színes tévéknek a korába nem feltétlenül kell fekete-fehér televíziót használni. A kínai vakcina a Pfizer mRNA-s alapú szerétől eltérően elölt kórokozót tartalmaz. Ezt a technológiát már régóta használják az orvostudományban, ám okozhat olyan problémákat, amelyeket az mRNA-s alapú oltóanyag nem. Ennek a vírusnak az esetében tudjuk azt, hogy a természetes fertőzés olyan folyamatokat indít el, például a vérrögöknek a keletkezése, ami a vírus bizonyos fehérjéi váltanak ki. Tehát nem biztos, hogy szerencsés, hogy az egész vírust, és nem annak csak egy alkatrészét juttatjuk be a szervezetbe. Ez egy lehetőség, ez nem azt jelenti, hogy biztosan kárt okoz. A szakértő hozzátette, a kínaiak elsősorban a harmadik világ országait, Afrikát és Dél-Amerikát szeretnék olcsón és nagy mennyiségben vakcinákkal ellátni. Mencár Tamás, a külügyminisztérium államtitkára szerint a magyar bejelentés után 14 európai ország jelentkezett a kínai gyártónál. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, Európa Kínában áll sorban a vakcináért.
Meghosszabbították a decemberben elrendelt országos egészségügyi zárlatot Ausztriában, ahol már eddig is csak a létfontosságú termékeket árusító boltok lehettek nyitva. Az üzletekben és a tömegközlekedésben pedig kötelező lesz az FFP2-es szájmaszk viselése. Közben Franciaországban a járvány halálos áldozatainak száma átlépte a 70 ezret. Menesztenék az osztrák kancellárt, és szabadulnának a világjárvány miatt elrendelt korlátozásoktól azok a tüntetők, akik a hétvégén vonultak fel Bécs központjában. A több ezer demonstráló közül sokan szájmaszk nélkül meneteltek. Vissza akarom kapni a szabadságomat, békét és szuverenitást akarok az unokáimnak, akikre borzasztó időszak köszönt, ha a helyzet nem változik. Ez már egy kisebb diktatúra, ami előkészíti a terepet egy nagyobbnak, vélekedett az egyik tüntető. Az osztrák kormány nemhogy nem könnyít, hanem inkább még szigorít a rendelkezéseken. Erről beszélt Sebastian Kurz kancellár. Most már nem egy, hanem 2 méteres távolságtartást kérnek az emberektől. A tömegközlekedésen és az üzletekben pedig mostantól FFP2-es szájmaszkokat kell majd hordani. Emellett az országos egészségügyi zárlatot legalább február 8-áig meghosszabbítják. Franciaországban is tovább szigorítottak a korlátozásokon, miután a járvány halálos áldozatainak száma elérte a 70 ezret. Mostantól este 6-tól lép életbe az éjszakai kijárási tilalom az eddigi 8 óra helyett. Megkönnyebbültünk amiatt, hogy nem kell bezárni a boltot a hétvégén, de az újabb korlátozás megint csak bevételkiesést jelent, bár bízunk a kormányban, mondta egy párizsi optikai üzlet tulajdonosa. Ez pedig már az Egyesült Királyság, ahol a Salisbury és a Blackburn székesegyházat is bevonták helyszínként a lakosság tömeges beoltásába. Eddig mintegy 4 millió brit kapta meg a vakcinát. A kormány tervei szerint szeptemberre a teljes felnőttkorú lakosság hozzájuthat az oltóanyaghoz. Karanténba kell vonulniuk, és negatív tesztet kell felmutatniuk az Egyesült Királyságba utazóknak. A rendelkezés közép-európai idő szerint ma hajnali 5 órakor vált hatályossá. Közben mától Szlovákiában újabb országos tesztelés kezdődik, egyúttal az eddigieknél szigorúbb korlátozásokat vezetnek be. Csak negatív teszteredmény birtokában lehet majd munkába, postára vagy kirándulni menni. Őrizetbe vették Alekszej Navalnyit. Tegnap este az orosz ellenzéki politikust a Seremetyevói reptér útlevél ellenőrzéséről vezették el a rendőrök. Navalnyi Berlinből érkezett haza, ahol azután kezelték kórházban, hogy augusztusban több nyugati laboratórium megállapítása szerint Oroszországban megmérgezték. A Kreml tagadta, hogy közeledett volna az incidenshez. Letartóztatását azzal indokolták az orosz hatóságok, hogy felfüggesztett börtönbüntetése letöltendővé változtatásáról dönt hamarosan a bíróság. Navalnyi azonnali szabadon bocsátását követelték európai vezetők és Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnök leendő tanácsadója is. Az orosz külügyi szóvivő pedig felszólította a bírálókat a nemzetközi jog és az orosz jogrend tiszteletben tartására. Életének 82. évében elhunyt Sas József, a Jászai Mari díjas művészt hosszú betegség után tegnap hajnalban érte a halál. Fellépéseit 2018. novemberében mondta le végleg, tavaly évvégén pedig koronavírussal vitték kórházba. Humorát betegsége alatt sem veszítette el, egy interjúban azt mondta, a közönség és a színház levegője hiányzott neki a legjobban. A dal, amivel legtöbbször a kabaréit kezdte Sas József, és amit az ATV nézői jól ismerhetnek. A Sas kabaré ugyanis több mint egy évtizeden át volt biztos pont szilveszter esténként a csatornán, a legnézettebb műsorok közé tartozott. Ez nem egy műorne. Ezzel születtem. Ez pedig a nagy nevettető utolsó fellépéseinek egyike. Bár már küzdött betegségével, a humorát a nehézségek ellenére sem veszítette el. Csodálatosan étkeztünk Rükszigeten. Mondja már olyan étket, amire nincs przicsoprat. Mit ettem? Mondja. Csevapcsicsát. A magáé, jó? Sas József a rádió és tévékabarék állandó közreműködője volt, számos nagy lemeze jelent meg, több önálló esnek írója, valamint előadója. Jászai Mari díjas színész, rendező, író, színházigazgató, humorista, érdemes és kiváló művész. Egy ATV-nek adott interjújában korábban azt mondta, legtöbbször édesapját érezte saját sikereiben.
Sas József Polacsek József néven született Békés Csabán 1939-ben, Rózsahegyi Kálmán színi iskolájában végzett 1957-ben, majd a győri Kisfaludi Színházhoz szerződött. 1973 óta volt a Mikroszkóp színpad művésze, 85 és 2009 között pedig igazgatója. ...2017-ben az ATV-n ünnepelték az addigra már megszüntetett Mikroszkóp színpad alapításának 50. évfordulóját. Ez volt az utolsó olyan kabaré, amit végigcsinált a művész. Bár készült a 2018-as szilveszteri műsorra is, betegsége miatt novemberben valamennyi szereplését lemondta. 2019 elején feleségével Tájföldre utazott, hogy kipihenje magát, ott azonban kétoldali agyvérzést kapott. Egy külön géppel szállították Magyarországra. Főnököm, lejjének fabintást, tapétát. A heti napló stábja egy éve forgatott a művésszel, akkor azt mondta, a lábadozás idején az a legnehezebb próbatétel számára, hogy nem dolgozhat. Hiányzott neki a színpad, a közönség, a színház levegője. Ha én először itt menni fogok már rendesen, akkor üvölteni fogom közbe. Hogy a szeretetnél nagyobb dolog nincsen a világon. Sas József tavaly évvégén kapta el a koronavírust, kórházban kezelték. Vasárnap hajnalban hunyt el, 82 éves volt. Itt hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezen a héten minden nap az este 10-kor kezdődő Visszajátszás című műsorunkban Sas Józsefre emlékezünk. Nem lép be a Momentumba, ugyanis független képviselőként több ideje jut arra, hogy az ország ügyeivel foglalkozon. Erről Szél Bernadett független országgyűlési képviselő beszélt a Startban. Azt is mondta, hogy nem lesz miniszterelnök jelölt, de beáll bárki mögé, akiről a magyar emberek azt gondolják, hogy alkalmas kihívója lesz Orbán Viktornak. Csaknem 140 milliárd forint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint ennyi pénzt vonnak el a településektől a kormányzati intézkedések. A DK tájékoztató kampányt indít a párt, újságokban és közintézményekben hirdeti majd, hogy szerintük mit veszel a kormány a budapestiektől. Székesfehérvár fideszes polgármestere azonban azt mondta híradónknak, az ő költségvetésük stabil. Igaz, működési támogatásra ezentúl is szüksége lesz a nagyvárosoknak. Egyértelmű hadüzenet van az önkormányzati szektorban. Az iparőzési adó felezése 100, a gépjármű adó elvétele 36. Az ingyenes parkolás pedig további milliárdokat von el a településektől. Így számol az ágazati szövetség elnöke. A kormányzati elvonások a kultúrát, de már a területgondozást és óvodákat is veszélyeztethetik. Nem lesz 8-szor fűkaszálás, csak 4-szer lesz fűkaszálás, nem annyi vizet használunk, hanem kevesebbet. Vagy például az óvodai csoportoknál kihasználjuk a törvényes maximális létszámot, és kevesebb csoport fog indulni. Nyilván ez csak szeptembertől lehet megvalósítani. A kormány a budapestiek ellen visel háborút, amiről a lakosoknak is tudniuk kell. Legalábbis a DK szerint. Ahogy a főváros is központilag tájékoztatni fogja a budapestieket a Budapest ellenes döntésekről, úgy fogják ezt megtenni a kerületi DK-s polgármesterek. A párt polgármesterei a legkülönfélébb eszközökhöz nyúlnak ennek érdekében. A 11. kerület a helyi újság minden számában be fogja mutatni azt, hogy mit veszel a kormány az újbudaiaktól. A 18. kerületben az eljövendő napokban a közintézmények homlokzatain, szórólapokon, a kerületi labban tájékoztatni fogjuk az embereket arról, hogy ki van ellenük. Székesfehérvár bevételei is csökkentek, igaz a kormány 2 milliárd forintot ajándékozott működési költségeik fedezésére. A város fideszes polgármestere szerint nincs szó elvonásokról és politikai leszámolásról. Cserpalkovics András hozzátette, ők stabil költségvetéssel vágnak neki az évnek, de a nagyobb városoknak így is további forrásra lesz szüksége. Én úgy érzem, hogy kell működési támogatás, arra én az mindenképpen fontosnak tartom, és nyilván továbbra is a fejlesztések, amik az elmúlt években is kiemeltek voltak, remélem, hogy ezen a területen is jelentős forrás lehet, hiszen ha kapunk állami forrás mondjuk nagy fejlesztések tekintetében, mondjuk belterületi utak felújítása vonatkozásában, most mondtam egy konkrét példát, akkor nyilván az azt jelenti, hogy az erre szállt önkormányzati forrásokat meg működésre tudjuk fordítani. Híradónk megkereste Győr fideszes polgármesterét is. Dézsi Csaba András szerint vannak, akik aggódnak, míg mások dolgoznak. Ő az utóbbiak közé tartozik. Nem alaptörvényellenes és nemzetközi szerződésbe sem ütközik a Paks 2-ről szóló 2015-ös törvényben szereplő 30 éves titkosítás, így döntött az Alkotmánybíróság.
Az országgyűlési képviselők negyede 6 évvel ezelőtt kért utólagos normakontrollt a jogszabályról, de csak most döntött az ügyben a testület. Az indítványozó képviselők szerint a törvény mérlegelés nélkül kizárja, hogy a paksi atomerőmű bővítésével összefüggésben bármilyen, például üzleti vagy műszaki adat a keletkezésétől számított 30 évig megismerhetővé váljon. Az Alkotmánybíróság többségi döntése szerint a nemzetbiztonsági érdek és a szellemi tulajdonhoz való jogok védelme indokolhatja a közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását, a 30 éves titkosítást. Tegnap óta a szociális intézmények is fogadják a hajléktalanokat, miután Kásler Miklós elrendelte a vörös kódot az ellátórendszerben. Így, akinek a nagy hidegben nem jut hely a hajléktalan szállókon, az választhatja a bentlakásos intézményeket is. Külön krízisautó járja az utcákat, Pécset. Azokon segítenek, akik a hideg idő ellenére sem akarnak közösségi térbe menni. Minden este az utcai szolgálataink körülbelül 65 helyszínt járnak végig, több mint 150 kilométeres körzetben itt Pécs belterületén, és takarókat, meleg teát juttatnak el hozzájuk. A kijárási tilalom a hajléktalanokra is vonatkozik, ezért sok fedél nélkül élő elbújik, így viszont a segítőszolgálat szakemberei nem, vagy csak nagyon nehezen találják meg őket. A szombaton elrendelt vörös kód értelmében a szociális intézményeket is meg kell nyitni a fedél nélkül élők előtt. Debrecenben már készülnek a fogadásukra. Intézményeinknek a kihasználtságát megpróbáljuk bővíteni olyan formában, hogy plusz férőhelyeket hozzunk létre. Ez abban merül ki, hogy akár a Veselényi utcai éjjeli menedékhely, akár a Szociális és Egészségügyi Centrum udvarán konténereink vannak, hőszigetelt konténereink, amelyekben további rászorulókat tudunk elhelyezni. A nagy hideg miatt sokan térnek be a szállókra Nagykanizsán, de vannak olyanok is, akik az újonnan kialakított iglukat választják. Legelszántabb utcai hajléktalanok is ilyenkor azért jönnek a szálló közelébe, és vagy a krízisre bejönnek, vagy most itt vannak ezek az igluk, aki nem tud egyáltalán lemondani az alkoholról, hiszen alkohollal vagy alkoholos befolyásoltság alatt nem jöhetnek be, azok inkább választják az iglut. A hajléktalanok többsége szerint a hideg a szabadban elviselhetetlen, tavaly azonban enyhe tél volt, így volt olyan fedél nélküli, aki egyszer sem járt a szállókon. Most egy kicsit szárazabb, az igaz, de most már érezhető, hogy gyorsan megjöttek a mínuszok. Szóval mínusz 6, mínusz 7, mínusz 8 fokok vannak éjjel, nappal is mínusz 2, szóval mindenképpen hidegebb. Tavaly még pólóba mászkáltunk, most meg hát nagy kabát, meg látják is, hogy nézek ki. A szociális intézmények a terv szerint kedden 10 óráig lesznek nyitva a hajléktalanok előtt. Van elég hely a hajléktalan szállókon, itt senkinek nem kell az utcán aludnia, ezt Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára közölte. Azt is mondta, hogy a hétvégén Budapesten 75% alatti, országosan pedig 79%-os volt a szállók kihasználtsága. Italozás közben vesztek össze egy 45 éves salgótarjáni férfi, ekkor késelte halálra egyik nő ismerősét a múlt héten. A rendőrök pár óra alatt elfogták a tettest, aki közben egy másik, tavaly szeptemberi emberölést is bevallott. Akkor az élettársával gyilkoltak. Kedre virradó éjszaka nem ment haza egy Nógrád megyei Székvölgy pusztai nő, amiért a férje keresni kezdte. Mivel az asszony hajléktalan ismerőseivel korábban is italozni szokott, tudták, hogy Salgótarjánban ez alatt a híd alatt kell keresni. A nő holttestét itt találta meg másnap reggel a férje. Mintegy 2 órán belül beazonosítottuk és elfogtuk a bűncselekménye megalapozottan gyanúsítható M. Szabolcs, 45 éves hajléktalan szemét. A férfi beismerte, hogy italozás közben szóváltás után megverte, majd késsel halálosan megsebesítette a nőt. Kihallgatása közben kiderült, hogy nem először ölt. Tavaly szeptemberben egy férfi meggyilkolásában is részt vett, a holttestet akkor elrejtették. Ennek a személynek is a holttestét megtaláltuk, és szakértők bevonásával vizsgáljuk a bűncselekmény körülményeit. Közben a férfi azt is elmondta, hogy egy nővel közösen ölték meg szeptemberben a férfit. Úgy tudjuk, hogy az áldozat kikezdett későbbi gyilkosának élettársával, így féltékenység miatt kellett meghalnia. Most arra az is kiderült, hogy az 50 éves nő is részese volt a bűncselekménynek. 2020. szeptemberében Salgótarján belvárosában a már letartóztatásban lévő társával bántalmazott egy 51 éves hajléktalan férfit, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A nő a cselekmény elkövetését ugyan tagadta,
Azt azonban elismerte, hogy közreműködött a holttest eltüntetésében. Úgy tudjuk, hogy a nő külföldre menekült, de elfogták és őrizetbe vették. Az emberöléssel gyanúsított pár mindkét tagját 30 napra letartóztatta a bíróság. Megteltek a kedvelt kirándulóhelyek a hétvégén. Az ország jó részét hóborítja, sok helyen több mint 10 centi esett. Az északi középhegységen kívül a Mecsekben is annyi már a hó, hogy lehet szánkózni. Bár a sífelvonók még nem működnek, ahogy az várható volt, megtelt a kékestető. Most is még a szánkózásra vagyunk egyelőre nyitottak, hétfőre tervezünk pályanyitást 400 méterre. A parkolók ettől függetlenül tele vannak, és azért látjuk, hogy elég sokan vannak a hegyen, ez többnyire kirándulókat jelent, és nem turistákat. A korábbi hétvégi tumultus miatt a közlekedést átszervezték, rendőrök irányították az érkező autókat, így könnyen fel lehetett jutni az ország legmagasabb pontjára. Mi voltunk egyébként múlt hét szombaton is, akkor ugye relatíva eléggé nehezen, de fel tudtunk egyébként jutni, vasárnap már esélytelen volt, mert akkor is jöttünk volna. Bánkúton a korábbi hetekhez képest most kevesebben voltak, aminek azok örülhettek, akik eljöttek a Bükkbe csúszkálni. A gyerekekkel jöttünk, őket hoztuk ki, Debrecenből érkeztünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Nincsenek is olyan túl sokan. Lehet szánkózni, van hely. Sokan a tömeg miatt inkább kerestek más célpontot. Hollókőre is egymás után érkeztek az autók. Múlt héten voltunk fönn a Mátrában, és azt tapasztaltuk, hogy rettenetes tömeg volt, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy elkerülnénk a tömeget, és itt sétálnánk egyet a festői szépségű Hollókön. Kislányommal szánkózunk, a családdal jól érezzük magunkat. A Mecsekben is annyi hó esett, hogy előkerülhettek a szánkók, és a sífutók is próbálkozhattak. Na, nagyon boldog vagyok, mert Pécsen a lesiklópálya ilyen kevés hova nem működik. Itt legalább a futó sít lehet használni, úgyhogy örülök neki, ezt a 3 napot kihasználom, ami még itt hátra van. A következő napokban még várható havazás, így a szerencsések pár napig még élvezhetik a téli sportokat. Óriási füstfelhőt és vulkáni hamut bocsátott ki magából egy tűzhányó az indonéziai Kelet-Jáva tartományban. A szakemberek szerint csaknem 6 kilométeres magasságban lövelte fel a hamut és a füstöt, úgy tudni nem sérült meg senki, és nem rendelték el a lakosság kitelepítését sem. Indonéziában egyébként 130 aktív tűzhányó van, több mint bármely más országban. A déli híradó után is lesz fórum, Szlazsánszky Ferenc már várja önöket, és már is mondja a témákat. Szervusz, Feri. Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket. Továbbra is a kínai vakcina a sláger téma, az első helyen ez áll. Az Európai Bizottság részéről is megszólalt egy illetékes, egy német európai parlamenti képviselő azt mondta, hogy Európának nincs szüksége a kínai vakcinára. Magyarország viszont 1 milliót rendelne ebből az anyagból. Igaz, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság még nem adott rá engedélyt. Az ellenzék szerint nem szabad a kínai vakcinát használni. A kormány szerint a magyar ötlet után fél Európa ide telefonálgat, hogy mi ez a fantasztikus újítás. Szóval felcsaptak az indulatok a kínai vakcina kapcsán. A másik téma, hogy Eperjes Károly Szamóca színművész viszont az orosz vakcinára esküszik. Azt mondja, hogy ő minden oltást az orosz rendszer szerint kapott meg, és éppen ezért most is orosz vakcinára van szüksége. Beszélhetünk erről is, vagy arról, hogy a budapesti kerületek és maga a főváros tájékoztató kampányt indított ma reggeltől, amelyben felhívják a lakosság figyelmét, hogy a megszorítások mögött a kormányzat áll, úgyhogy erről is, vagy bármi egyébről beszélgethetünk. Köszönöm szépen, Feri, most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Friss hírek ennek közelebb 17:25-kor Holló Márta várja önöket, én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!